Elsőként Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés Pártja köztársasági parlamenti frakció vezetője szólalt fel. Elmondta, támogatják a kormányt. Méltatta az előző kormány munkáját, szerint a kabinet legjelentősebb sikere az, hogy biztosítani tudta a politikai és gazdasági stabilitást, valamint a csatlakozási fejezetek megnyitását. Pásztor Bálint a következő kormánytól ennek folytatását várja el. Sürgette a Szabadkai kerülőút mihamarabbi kiépítését, beszélt a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításáról, említette a migráns helyzetet, amely nagyban sújtja, egyebek mellett Észak-Vajdaságot. Országos problémának nevezte a kivándorlást, az expozé és a kormányprogram kapcsán kiemelte, lényeges az új szabályzat meghozatala a kistermelőkről, amely nagyban javítana a gazdák helyzetén. Az oktatás témáját érintve hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács készen áll a szorosabb együttműködésre az illetékes minisztériummal, és be kell fejezni a megkezdett eljárást bizonyos általános iskolák alapítói jogainak részleges átruházásáról. Leszögezte, szükséges az iskolai tantervek gyökeres megreformálása. Veliki je problem metodologija učenja srpskog jezika. Po ovim planovima i programima nemoguće je u školi naučiti srpski jezik, to vam odgovorno tvrdim, pre svega za one nacionalne zajednice čiji maternji jezik se u većoj meri razlikuje od srpskog jezika. Tu treba da se reformišu planovi i programi i tu su određeni pomaci učinjeni, ali ti planovi i programi koji su nepromenjeni 20-30 godina unazad moraju da se promene i u tome će biti partneri, siguran sam, nacionalni savjeti nacionalnih manjina kao što su bili i do sada. Što se tiče prosvete, još da kažem da moramo rešiti problem odeljenja sa malim brojem učenika. To je globalan problem, ali je izuzetno osetljiv za pripadnike nacionalnih manjina. Alexander Vučić a megvalósítható projektekről beszélve különösen fontosnak tartotta az Y-ák kiépítését Szabadkán, nem csak a lakosság, de a befektetők szempontjából is. Azonban kiemelte, egyéb prioritások is vannak. Mnogi ideje postoje od ranije, ali nedostaje novac. E tako sad i oko ovoga. Dakle, samo ljudi moraju da vode računa. Koridori 10 i 11 su apsolutni prioritet. Óriási gondokkal szembesül majd az új kormány, szögezte Nenad Csanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga vezetője, több dolgot is sérelmezett Vučić expozéjával kapcsolatban. U svom višečasovnom izlaganju ni jedan jedini put ne kaže reč Vojvodina. Ni jedan jedini put. Vojvodina nije samo pokrajina, kako je premijer rekao, ona ima svoje ime. A köztársaság minden egyes részét egyformán kezelik, reagált Csanak felvetésére a kormányfőjelölt. Vojvodinu volim jednako kao vi, ne dozvoljavam da vi volite nimalo više, kao što se ne bih usudio da kažem da volite manje od mene. Koliko su vaše korene iz Vojvodine, slučajno su i moji, i zbog toga ne mislim da sam bolji od bilo koga iz Kraljeva, Užica, Čačka, Niša, Leskovca ili bilo kojeg drugog mesta u Srbiji, ali zbog toga sasvim sigurno nisam ni gori. A Szociáldemokrata párt nem szavazza meg az új kormányt, mert annak programja nem tartalmaz egyetlen olyan konkrét intézkedést sem, amely növelni az életszínvonalat és csökkenteni a szegénységet, mondta Márko Gyurisics frakcióvezető. A kulcskérdések megoldásáról nem esett szó az expozéban, erre figyelmeztetett Csedomir Jovanovics, a Liberális Demokrata párt, Szandzsáki Demokratikus Akciópárt frakcióvezetője. Gospodine Vučiću, svi ti naši problemi, ti nedovršeni putevi, ta pruga kojom se putuje sporije nego pre gotovo 200 godina, to uništeno obrazovanje, propala industrija koju ćemo reindustrializovati. Személyeskedésben és parodizálásban sem szűkölködött a vitanap. Csedomir Jovanovićot bízná meg az utak helyreállításával Vojislav Šešelj, a szerb radikális párt elnöke. Ja bih predložio umesto Zorane Mihajlović, koja i tako nije želela da ostane u ovoj vladi, da bude Čeda Jovanović, a da bude pomoćnik ministra Čume i da vidite kako se radi. Az egységes Szerbia nem támogatja a melegházasság legalizálását, ennek ellenére megszavazzák az új kormányt, miközben Anna Brnabić is miniszter lesz, aki a meleg populáció tagja, hangsúlyozta a párt vezetője Dragan Marković Palma. Nemamo ništa protiv tih ljudi.
neka oni, ako su stručni, neka vode određene resore. Ali nikada nećemo prihvatiti i podržati gej paradu i nikada nećemo prihvatiti i podržati legalizaciju homoseksualnih brakova. Ana Brnabić egy szakértelme miatt választanák be a kormányba, és nincs tervben a melegházasság törvényesítése, reagált Vučić Pálma kijelentéseire. Egyértelműen esett a külföldi tőke beáramlásának mértéke, egyáltalán nem fejlődik a mezőgazdaság, alacsonyak a támogatások, ami egy hatalmas hiba az ország politikájában, kritizálta a kormány Bojan Pajtić, a Demokrata párt frakció vezetője. 68 euró u sekundi se zadužavate, a 2 milióna euró se Srbija zadužila u toku vašeg ekspozea. A Demokrata párt az elmúlt időszakban teljesen tönkretette és felelőtlenül vezette az országot. Mértéktelenül és indokolatlanul költekezett, egymás között osztották el az állami vagyont, 16 év alatt semmi érdemlegeset sem értek el. Bűnözőket ültettek fotelokba, reagált a kormányalakítással megbízott haladó párti politikus a demokraták vádjaira. Koliko god vas ima, sam moram svima da odgovoram. I nikakav problem nemam, kao simultanki svima ću da vam odgovorim i svakog da postavim na mesto gde pripada. A vaše je tamo negde daleko zbog svega lošeg što ste učinili za Republiku Srbiju i za pokrajinu Vojvodinu u prethodnih 16 godina. A Szerbiai Szocialista Párt, az Új Szerbia, a Szandzsáki Bosnyákok Demokratikus Közössége, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja is támogatásáról biztosította az új kormányt, míg a Szerbiai Demokrata Párt nem szavazza meg az új kabinetet.